Sziasztok! Ez itt az Analog Motography YouTube csatorna. Ismét eltelt egy év, és ismét itt vagyunk a kecskeméti Citroen DS találkozón. Ezúttal még többen jöttek el, vannak DS-ek, XM-ek, BX-ek, CX-ek, szóval van minden. Gyertek, menjünk egy kört, és kérdezzünk meg pár embert, hogy mi a helyzet velük. Ugye erre az eseményre Farkas András hívott meg engem, akivel szintén forgattunk már egy videót a Vance of Budapest YouTube csatornára. De most oda megyünk hozzá, megkérdezzük, hogy értékeli ezt az idei évet. Szia András! Szia Tomi! Üdv ismét idén, köszönjük a meghívást! Mit látsz eddig az idejéből? Hányan jöttek el? Hú, hát ezt nehéz megmondani, hogy körülbelül 140 vendég jelezte, hogy érkezik. Szerintem vagyunk bőven 100 fölött. Ahogy elnézem, van 50-60 autó, rengeteg DS van. Igazán örülök, hogy el tudott jönni ennyi öreg autó, sok színben, sok fajtában, sok modellben. És még nincs itt mindenki, úgyhogy még várunk autókat. Hát mi ugye egy kötetlen rendezvény, nagyon boldog vagyok, hogy ennyien eljöttek. És hogy alakul az itthoni Citroen közösség? Mert elég nagy szerepet vállalsz így a közösségépítésben. Bővült a csapat? Bővült a csapat, ez országos rekord ismét. És egyre többen leszünk. Egyelőre ez egy kötetlen keretű rendezvény, távlati terv, hogy egy régióbeli vagy közeli országokkal egy nemzetközi rendezvényt összehozni, ez egy nagy falat. Én úgy gondolom, hogy a hazai Citroen társadalom, de az oldtimer társadalom is ebből hasznot húz, vagy jól veszi, hogy ez létezik, hiszen egyre többen és többen vannak a fórumokon is, olvassák, egyre többen vezetik az autókat, aminek én személy szerint nagyon örülök, mert igazából az a cél, hogy az öreg autókat vegyük el a garázsból, járassuk meg, és mindenki élvezze az autót, amiért megvette. Nagyon szépen köszönjük, és hát nagyon örülünk, hogy ilyen törekvéseid vannak, és hát köszönjük a meghívást, és akkor még itt elvegyülünk, és meg kérdezgetünk embereket. Helyes, köszönöm szépen is a lehetőséget, és szeretettel üdvözlöm még egyszer nézőket, és köszönöm, hogy nézik a csatornát. Köszönjük szépen! Köszi, sziasztok! Ó, ismerős arcok, gyertek! Szia Petra! Szia, szia! Ezer hello, éve! Hello, szia! Szia. Mi a helyzet? Hú, hát csak megnéztem, hogy minden rendben van most a kocsával. Nincs olajfolyásom rendben, olaj is rendben, úgyhogy csak kíváncsi voltam, hogy jól van-e. Futárkodsz meg a kocsival? Hát nem. Nem. Mert... rájöttem, hogy nem szabad vele annyit futárkodni. Úgyhogy vettem egy másik autót, az se fiatal, az 23 éves. Ez képest nagyon fiatal. Hát ő hozzá igen, ő 39. Akkor annyira meg is. volt valami különleges esemény, valami elkibásodás, valami izgalom? Volt, hát ezt meséltem neked, hogy egy darabig nem tudtam vele igazán menni. Hát ment, csak nem jól. Szépvölgyi úti emelkedőn 30-al meg ilyenek az 50 helyett, úgyhogy feltartottam vele egy kicsit a forgalmat. Hát ez egy évig, három szerelő nem jött rá, képzeld el, hogy mi baja van. És a végén levittem Hajdúböszörménybe, ott van egy barátom, ő is kacsás, nagyon-nagyon jó. És ő jött rá, hogy el volt tömődve a kipufogó. Pedig már karburátorosnál is voltam, érted? Három szerelőnél és egyszerre nem jöttek rá, hogy mi baja van. De hát a barátomnál kacsás, és rengeteg alkatrésze van, úgyhogy leszette a kipufogót, föltette egy másikat, és érdekes ment a kacsa. Azóta megsuhantok? Azóta fú, hát jobban megy, mint az elején. Úgyhogy végre most el tudok jönni találkozókra is, mert hát Svájcba se tudok már elmenni, ott lesz világtalálkozó. Beszerveztem programokat, nem gondoltam, hogy magához tér. És akkor mi lesz a következő világtalálkozó helyszín? Hát a következő, hát Svájc lesz, most augusztus. Ez az idei. Ahova nem megyek, igen. És két év múlva lesz Szlovénia. Hát ez meg itt van egy ugrásra. Ez meg a legutolsó volt, ez meg a Samobori, ez meg a horvátországi találkozó. Akkor még ott tudtunk lenni 2019-ben, utána jött ugye a Covid. 21-ben lett volna a svájci, de eltörölték a Covid miatt. 22-ben már nem akarták megrendezni, mert minden páratlan évben van, úgyhogy azért idén lesz. Úgyhogy arról most lemaradtam, de két év múlva Szlovénia. Szuper, örülök, hogy találkoztunk, meg örülök, hogy minden rendben, akkor jó szórakozás neked itt a meetingen. Nagyon és köszönöm. Akkor még ütközünk, és Petrával amúgy az interjúmat meg tudjátok nézni a Vance of Budapest YouTube csatornán, ezt linkelem a leírásban.
itt látok egy körlámpás VX-et, én ilyet meg nem láttam, gyertek, kérdezzük meg, mi ez. Hello, szia! Videót forgatunk, és láttam ezt a kereklámpás Citroent, ilyet meg nem láttam, tudsz erről mesélni pár mondatot? Persze. Ez miben különleges, hogy honnan van, vagy ez gyárilag ilyen, vagy amerikai? Ez úgy volt, hogy lehetett hozzá maga idejébe venni ilyen körlámpákat. Több különböző forrásból voltak, hivatalos Citroen szervizes ilyen kereskedelmi láncon is keresztül lehetett venni. Illetve voltak ilyen tuning alkatrészek, ott is lehetett ilyet venni. És hát az a baj, hogy már ezek eléggé elfogytak, és ha az ember talál is egy-kettő ilyet, akkor általában ilyen 300-400 eurókat elkérnek érte. Nagy ritkán így eBay-en lehet találni. Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy akkor csinálok magamnak egyet. Kitanultam a CAD programot, vettem egy 3D nyomtatót, és igazából megcsináltam. Igen, pont néztem az előbb, hogy ez 3D nyomtató, mert tök olyan volt az anyaga, de akkor ezek szerint beigazolódott, hogy igen. Igen, 3D nyomtatott az egész. Fényszóróbetétek azok meg ilyen univerzális fényszóróbetétek. Tehát ilyet japán-amerikai autóba szoktak tenni, amikor honosítják őket. Nagyon jól néz ki. Először azt hittem, hogy valami amerikai kivitel, azért mondom, hogy rögtön megragadta a szememet. Amerikában is próbálták egyébként a BX-et eladni, csak ott nem sikerült. Abba is egyébként ilyen lámpákat tettek, amikor próbálták őket ott eladni. És mióta van nálad ez a kocsi, vagy milyen ilyen extra story, amit hozzá tudsz rakni? Vagy? Különösebb extra story nincsen. Körülbelül 2 éve van nálam ez az autó. Ilyen gyerekkori álom volt, vagy csak... Igen, igen. Tehát családban több BX is volt. Így az évek során, és volt papának egy ilyen lámpás BX-e, nem pont ilyen volt, fehér színű volt, az egy GT volt, csak sajnos az elvitte az idő, ezt az autót megette a rozsda. Hát igen, ez ilyen műfaj. Igen, és azban is ilyen lámpák voltak, meg azon volt ilyen spoiler kit, stb. Aha. Igazából ennyi. Nagyon jó, köszönöm szépen, nagyon tetszik a kocsi, gratulálok hozzá, és hát széles utat még vele. Köszönöm. Hallo Erhard, hallo Sabine. Hallo Thomas. Was ist passiert seit letztes Jahr? Was habt ihr repariert? Was wir repariert haben? Erstens hatten wir eine gute Information zur Einstellung unseres Automatikgetriebes, Halbautomatikgetriebes. Da haben wir letztes Jahr eine Bekanntschaft gemacht, der hat uns einige Tipps gegeben. Jetzt läuft der Motor endlich ruhig und sauber. Ja, und dann haben sich im Herbst ein paar Blasen am Lack aufgetan und die haben wir über den Winter dann repariert, sodass das Auto jetzt wieder zum Herzeigen ist. Wir haben jetzt, also die Anreise war nicht anstrengend, aber ohne gewohnter Klimaanlage war's diese 300 Kilometer halt sehr heiß. Aber der Weg ist es wert. Das Ziel ist das Wichtigste. Und wie anstrengend war das für dich? Gar nicht. Man sitzt wie im Wohnzimmersofa im Auto. Wirklich. Ganz. Für mich ist es kein Problem. Ich muss nicht fahren. Genießt schön zu hören. Eben zu sitzen. Die Sitzqualität ist unglaublich. Ja? Also sowas gibt es in keinem Auto mehr. Ja? Das ist wirklich einmalig. Es ist wirklich wie Weihnachten. Einfach herrlich. Ja? Wirklich. Und wie oft seid ihr in dem letzten Jahr gefahren? Naja, eigentlich gar nicht viel. Das ist die zweite lange große Strecke. Ah, okay. Wir waren einmal in Österreich auch um die 500 Kilometer hin und retour. Also so, dass das Auto halt immer läuft, damit es also bewegt wird. Das Wichtigste ist, das Auto natürlich zu bewegen. Das stimmt. So ist das. Okay, danke schön. Es war schön, euch zu sehen. Und wir sehen uns noch. Dankeschön. Danke für die Einladung. Danke sehr. Tschüss. Ez volt az idei helyzetjelentésünk a kecskeméti Citroen DS találkozóról. Reméljük élveztétek, kamerák mögött Gyuri Sándani barátom volt. Iratkozzatok fel az ő csatornájára is, illetve erre is, illetve dobjatok egy lájkot. Ha bármi kérdésetek van a Citroenes közösséggel kapcsolatban, írjatok rám Instán vagy Facebookon, megadom András elérhetőségét és mindent megtudtok.
Találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Eltelt egy év, és újra itt vagyunk az országos szökölődés találkozóhoz. Gyertek velünk, megkérdezünk pár embert, hogy mit mondjuk. Te is benne vagy. Bocs.